Ki szeretne egy 300 lóerős, gyönyörű bordó gyöngyházmetál, egyedi fényezésű McCormick traktor? Na, hogy mindenki. Azonban most mutatunk egy Baranya megyei termelőt, aki már valóra is váltotta az álmait, így nála talált gazdára Magyarország első McCormick X8-as traktora. Lássuk, hogy mekkora területen és milyen munkákat fog végezni majd ez a gép. Hát összesen van 140-150 hektár, ebben van kukorica, búza, napraforgó, szója, meg van még 10 hektár erdő. Ő csak szántani fog, talajt fog lazítani, és talajt fog elmunkálni. Vásároltunk korábban az Investor is gépet, és talajelmunkáló eszközt is. Pöttinger 4+1-es váltaforgatós eke, meg egy 7-késes lazító, meg egy 6 méteres kombinátor. Az Invest Kft-vel már évek óta tartjuk a kapcsolatot, maximálisan meg vagyunk velük elégedve. Péterék, akikhez került a Magyarország első X8-as szériája. A legerősebb szériából választottak. 300 lóerős szerkezet, 6725 köbcentis motor, Iveco FPT motor, jól ismert német CTF váltó, ami egyébként teljes fokozatmentes váltó, és a jól ismert Carraro híd, ami jellemzi ezt a gépet. Természetesen volt már extra felszereltségű igény a gazdáknál, de a metálfényezés ez egy kuriózum, ez nagyon ritkán kérik, sőt mondhatnánk azt is, hogy az első az Invest Kft. Történetében. Amint látszik, egyébként ez egy maximálisan felszerelt gép, fronthidalikával, súlyokkal. Prémium kategóriás traktorhoz prémium kényelmi funkciók járnak, így az erőgép fülkéje komfortos vezetőüléssel, kartámaszokkal, érintőképernyős kezelőfelületekkel támogatja a kezelő kényelmét. A LED lámpák sokasága a téli időszakban és az éjszakai órákban a hosszúra nyúlt napokon is megkönnyíti a munkavégzést. Árba ez volt a legelfogadhatóbb ekkora teljesítménygép a palettán, mondhatjuk így is, és ezelőtt egy mekkorikunk volt, és maximálisan meg voltunk vele elégedve.